A vitáklub rendezésében két Fanni címmel egy rendhagyó estre invitálták a székesfehérváriakat. Ferenczi Noémi a Ciszterci Szent István Gimnázium méltán népszerű tanárának moderálásával Csűri Fanni Noa és Fidel Fanni a magyar média két sokra hivatott székesfehérvári tehetsége mutatkozott be a szép számú közönségnek. Mindenképpen megerősítés, boldogság. Éppen ma vettem számba azt, hogyha lesz egy ilyen Ciszterencia című rendezvényünk, és oda kellene néhány ilyen TEDx-es előadó, mondjuk egy 15 percben valamiről összeszedetten értelmes dologról beszélni, szinte hát parttalan a diákok száma, akiket így fel tudnék sorolni, és annyira különböző területeken dolgoznak, és állják meg a helyüket, és úgy gondolom, hogy hiteles személyiségek, és számomra ez a legfontosabb, nem a karrier. Fidel Fanni egy tehetséggondozó programban kezdte bontogatni szárnyait, ahol televíziós műsorkészítést tanult, hogy aztán tanárai gyorsan felfedezzék kivételes kvalitásait, s ma már a szerkesztő riporterként, a Magyar Televízió munkatársaként tudósít. Nagyon szeretek kreatívkodni, nagyon szeretem a filmeket, a képvilági megvalósításokat, és nekem ezért jött egyébként a televízió. A magazin azért nem játszott nekem annyira, mert én éreztem, hogy engem nagyon érdekel a közélet, nem feltétlen a bulvár, hanem inkább a politikai közélet is, és éreztem, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom, mert engem érdekel, hogy mi aktuális, mi történik, és nem csak a sztárokkal, hanem tényleg, ami érint minket közvetlenül, és a családunkat érinti nap, mint nap. Csűri Fanni a fehérvári szóval győzni vetélkedő különdíjasa, a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjaként először tanári pályára készült, később szóba került a jog és a pszichológia is, hogy aztán immár egyetemistaként véglegesen elkötelezze magát és elmélyüljön az írói szerkesztői munkában. Szerettem felhívni az emberek figyelmét arra, hogyha valami fontos, és egy kicsit a társadalmi felelősségvállalást visszahozni a fiatalok az E-generáció életébe is. Ezért volt az például, amikor a koronavírus idején a felelős fiatalok 12 pontját megírtam, és ez körbejárta a médiát, illetve ezért van az, hogy például önkéntes vagyok egy hátrányos helyzetű fiatalokat segítő szervezetben, ahol tanulni segítek nekik. Az est hozadéka nem is lehetett más, mint megerősítés családnak, barátnak és ismerősnek, hogy a két varázslatos ifjúhölgy jó úton jár, s tehetségük, elkötelezettségük bizonyosan segít abban, hogy hosszú ideig elismert tagjai legyenek az újságírók felelős közösségének.